gyimesi táncoknak három nagy csoportja van, a kárpát-medencei, a balkáni és a közép-európai. A kárpát-medencei vagy magyaros jellegű táncok a féloláhos, a verbunk, a lassú és sebes magyaros, a lassú és sebes csárdás, a kettős jártatója és sérülője. Ide tartozik a csak lakodalmakban táncolt lakodalmi mars és a medvés is. A magyaros réteg táncaira a változatos figurák és a gazdag egyéni rögtönzési lehetőség jellemző. A jártató kivételével a párok a térben szabadon elhelyezkedve kötetlenül táncolhatnak. Egy-egy táncnak több kísérő dallama is van, az énekes változatok sem ritkák. A környező románság hatását mutató balkáni körtáncokat a gyimesekben is vál vagy övfogással járják. Régebben ezeket a táncokat csak férfiak táncolhatták, ma már némelyikbe a nők is beállnak. Ezeknek a szerkezete egyszerűbb, mint az eddig tanult páros táncoké. Egy tánchoz egy hosszabb, összetettebb motívumsor tartozik, amit kis változtatással folyamatosan ismételve táncolnak. A lánctáncok mindig jobb irányba haladnak a körív jobb szélén álló táncos irányításával. A táncvezető kiválasztásán a legények sokszor összeverekedtek, ezért ezeket a táncokat a hatóságok gyakran betiltották, nem engedték a bálokban táncolni. A harmadik, közép-európai csoporthoz tartozó táncok a legfiatalabb elemei a gyimesi tánckultúrának. A nyugati, németes, általában polgári eredetű páros táncok többnyire kötött szerkezetűek. A táncosok egymás mögött körben vagy oszlopban felsorakozva táncolják őket. Rögtönzésre, egyéni variációra nincs lehetőség, ezeket a táncokat egymáshoz igazodva egyformán kell táncolni. Tömör szerkezetük és rövid időtartamuk miatt összefoglalóan a helyiek apróknak nevezik őket. A romános és a németes táncok nem rendszeres szereplői a gyimesi táncrendnek. A mulatságban a zenészektől csak ritkán kérnek hészákat vagy aprókat, ekkor viszont az összes táncot táncfüzérszerűen eljárják. Hészák. Rendes hésza. Alaplépés. A rendes hésza a gyimesi lánckörtáncok családjának legegyszerűbb tánca.
Könnyen felfedezhető benne a balkáni táncokkal való közeli rokonság. Nyitott láncban, félkörben, válfogással összekapaszkodva járják. Figyeljetek arra, hogy a lépéssel oldalazva haladjatok, törzsetekkel ne forduljatok a haladás irányába. Variációk bokázóval. Az egyszerű lépést bokázóval tehetitek változatosabbá. Ez lehet bokázós zárlat, de a figura közben is bokázhattok. A figurát apró mozdulattal, de pontos ritmussal táncoljátok. Ezen a felvételen a többféle fogásmód arról árulkodik, hogy a férfiak által táncolt hészába az asszonyok csak később kapcsolódhattak be. Variációk topogással. A topogás, ropogtatás közkedvelt motívum a hészákban is. A táncosok egyes vagy kettes toppantással, cifrával díszítik a táncot. A topogással ne akadályozzátok a kör haladását, a lánctáncokban a rögtönzéssel nem zavarhatjuk a többiek táncát. A topogó és bokázó figurákat vegyesen is táncolhatjátok. Korobjászka. Alaplépés. Az alaplépésben cifrával jobbra haladunk, ezt helyben toppantó és bokázó lépések követik. Itt is oldalazva haladjatok, a törzsetekkel a körív közepe felé nézzetek. Láthatjátok, milyen sokféleképpen díszíthető a korobjászka is. Variáció hátravágóval. Csaba hátravágó motívummal díszíti a lépést. A hátravágó csak a topogó lépés helyett táncolható. Az első titi tá lépéssel mindig haladni kell. A legügyesebb táncosok próbálják meg az archív felvételen látható összes figurát ellesni. Tiszti hésza. Alaplépés. A szimmetrikusan ismétlődő lépéseket hangsúlyos keresztlépéssel kezdjétek. A dallam második felében ugyanennek a motívumnak a rövidített változata következik. Az irányváltásoknál az előre fűzőbe kicsit toppancsatok bele, jobb irányba lendületesebben haladjatok. A tiszti hészát válfogással táncoljátok. A törzs egyenes, a váll szinte nem is mozdul, csak a csípőt fordítsátok. Régi hésza.
Alaplépés. A régi héjszát három rendes héjsza alaplépéssel kezdjétek, majd kétszer következik a topogtatós, térdelős motívumsor. A régi vagy öreges héjszában kevés lehetőség van a rögtönzésre. Motívumai szinte semmit sem változtak, évtizedek óta ugyanúgy táncolják őket. A tempó gyorsuló is lehet, figyeljetek arra, hogy ilyenkor se essetek ki a ritmusból. Csúfos.